Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt, az Újon Berizó 4-0-ra a Vártnál simában nyert Komáromban, és hát Radványi Mikinek nehéz ilyenkor megszólalnia talán, de profi. Kezdjük az elején, emlékszel olyan meccsre, amikor a csapatod a 30. másodpercben gólt kapott volna, és mennyiben befolyásolta ez a gyors gól az eredményt? Hát teljesen, mert tulajdonképpen amire készülsz, egész héten van egy stratégiát, hogy akarsz játszani, és erre fel a 30. percben olyan gólt kapsz, amit kaptunk, amire készültünk. Úgyhogy ez teljesen befolyásolta a mérkőzést, tulajdonképpen a 30. másodpercben nem mondom, hogy eldől, de utána természetesen a ellenfél tudta játszani ezt a játékot, amit játszani akart, amit tud játszani. Hadd ellenfelet játszani, és hagyott minket játszani, és utána olyan játékosai vannak, akiknek a átmenet védekezésből, támadásban nagyon jó, és ezt ma is megmutatták, hogy tényleg úgy mentek át a középpályánkon sokszor egy-két passzal, ahogy akartak. Ugye Franciszek Kunzo Ferivel beszéltem a meccs előtt, és azt mondta, hogy taktikai harcolás, és szerinte egy gól dönt, de már megválaszoltad a második kérdésemet, hiszen valójában egy nyílt sisakot játékot vállaltatok be, nem taktikáztatok, mert lehetett volna beállni is, ugye hazai pályán az nem lett volna nagyon érdekes, hát valójában azért jött ki a különbség, a tudásbeli különbség, mert mi nyílt sisakkal játszottatok. Tulajdonképpen nem is akartuk nyílt sisakkal, még egyszer mondom, ha kapsz 30. másodpercet gólt, akkor hazai pályán játékosok természetesen felvették a kesztyűt és játszani akartak. De sajnos mi, amikor a kapus, vagy ellenfél kapuja elé kerültünk, nem voltunk elég határozottak, nem tudtunk gólokat lőni. Ellenfél oda került ötből, azt hiszem, egy gólt rúgott, mikor helyzetük volt. Én úgy gondolom, a másik félidőben is még volt ott három, a Krisznek három zicsere volt, úgy gondolom. Három gólt rúghatott volna, mi egy gólt sem rúgtunk, ellenfél. Mi rúghatunk volna 3-1-re, ellenfél oda került a kapunk elé, berúgta 4. gólt. Úgyhogy nem erre készültünk, de végig egyszer mondom, ez a mérkőzés 33. másodpercbe elment. Nem akarok a játékvezetővel foglalkozni, de muszáj, mert még nem éltem meg 30 év alatt, hogy egy gyúrot kiállítsanak a szünetben, az az egyik. Beszéltem Baranyai Imivel, úgyhogy nem is kérdezlek erről, mert ő megválaszolta az érintett, hogy mi történt ott. Viszont a játéktéren azért történt egy-két dolog, például szerintem teljesen érthetetlenül kapott Mészáros Bandi sárgalapot, a német Tomi is sárgalapot. Az más kérdés, hogy Dumáját kaptak a Varga meg a Szőcs, ez rendben van, illetve nincs rendben, de a játékvezető részéről igen. Viszont itt a Mészáros Bandit letagolózt egy olyan ember, akinek sárgalapja volt, a bíró még nagy vonalon elnézte. Bíró... Van valami kommentárod ehhez? Elsősorban a bíróval nem akarok foglalkozni. Természetesen aki itt volt a mérkőzésen, és látta, hogy hova lehet a pálya. Okosan megoldotta azt, amit nekem meg kellett oldani, úgy gondolom. Első, nem tudom, 15-20 percben osztotta a lapokat nekünk, mint a Máriás játszott volna. Azoknak a játékosok tudta, hogy kinek kell adni a középpályán, akik utána a párharcban nem mehetnek olyan agresszitással, hogy kéne menni. És úgy is nézett ki. Természetesen volt egy-két olyan dolog, amit a Varga Peti kapta, az fegyelmezetlenség, ott majd hétfőn megtudja, hogy milyen büntetést fog érte fizetni. Azt egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy beszédér a 10. percben vagy a 8. percben sárgát kapjon. De voltak ott olyan dolgok, a Bandi azt mondta, hogy tisztán megrúgták a lábát, hogy 11-es volt, én meg kell néznem, ő azért kapott sárgát. A német Tomi olyan belépője volt, ami volt a mérkőzésen, lehet, hogy 20, ő kapott sárgát, ellenfél nem kapott, szóval ezek olyan dolgok, amik befolyásolják egy mérkőzésnek a kimenetelét, főleg azoknak a játékosoknak, még egyszer mondom, akiknek agresszívan kell ott játszani középpályán, ha a 20. percig van neked három ilyen játékosodnak sárgája, akkor természetesen gondba vagy, mert nem tud játszani ezt agresszív játékot, amit szeretné. Azért némi pozitívumot is belecsenek ebbe a meccsbe. Szerintem két pozitívum volt. Az egyik az, hogy a Gambolt jól játszott. Szerintem az egyik legjobb volt. Sajnos nem volt effektív, mert nem tudott se gólt pasztani, se gólt lőni. A másik pedig az, hogy a Imei Pasztorek Józsi már úgy néz ki, hogy talán rendbe jött, mert már bír többet. Tehát hogy értékeled a Gambit, és az, hogy a Pasztorek Józsi játszott legalább már annyit, amennyit. És ugye magyaráztál itt neki vehemensen 0-3-nál is, mikor bement, láttam, észrevettem. Szóval mi a kommentárod ehhez? Hát Gambos annyi, hogy nem játszott, természetesen jól játszott, de az első gól előtt olyan hibát követett el, amit egyszerűen úgy rajta köröztül mentek, de ott nem mehetnek köröztül mellett rajta. Úgyhogy most az, hogy utána jól játszott, egy jó futballista, de olyan hibát nem követhet el, és amiről mondtam, hogy akkor ment el a mérkőzés. A Jóci volt neki jó megmozdulásai, csak a Jóciról tudni kell, hogy egy hétig egészséges, az két hétig sérült, és így nem tud folyamatos munkát végezni, és ez nagyon rányomja a bélyegét a teljesítményre. Ma volt neki egy pár jól megmozdulása, bízok benne, hogy hétfőn jön, és nem azt fogja mondani, hogy sérült.
ugye volt egy fél éves veretlenségi sorozat, aztán jött egy váratlan vereség, 3-0, abból viszont fölálltatok rendesen, mert megvertétek a Besztercebányát, sőt Szakolcáról is elhoztátok az egy pontot, úgyhogy ebből a 4-0-ból is gyorsan ki lehet lábalni, például két győzelemmel. Hát igen, kaptuk egy nagy pofont, igen, minden amire ebből föl kell állni, de meg kell nézni, hogy tulajdonképpen őszre tiszta más csapattal játszottunk, nekem most is erre mérkőzésre 5 vagy 6 sérültem volt, aki, vagy van, akiket műtöttek, akikre hosszabb távon nem számíthatók, Adájlóról van szó, a Petrás, a Tóth Gabi, múlt héten megsérült meg a Simko, megsérült a Besztercebányán a Vaskeba, úgyhogy abból főzünk, ami jelenleg van, úgyhogy azért is adunk több lehetőséget a fiataloknak is. Igen, szerinted a bajnok nyert ma? Mindenképpen. Én tulajdonképpen most, én már tavaly télen azt mondtam, hogy ennek a csapatnak egy ilyen belül fél kell, hogy kerüljön. Azért mentem én annak idején oda, hogy tényleg ott egy nagyon jó csapat van. Oda egy olyan játékos játszott, akit télen odavittak, a Kuzma, akit én is szerettem van a Komáromba, Podbrezovánban, és ma is megmutatta, hogy miért szerettem volna én ebben a csapatban hozni hozzánk, én azt hiszem a pálya egyik legjobb játékos volt, rúgott egy fantasztikus gólt, nem veszett párharcot, nagyon jó labdái voltak, és úgy gondolom, hogy ez a csapat mindenképpen megérdemli, hogy felkerüljön. Még egy utolsó kérdés, ugye annélkül, hogy a Skuhravi, mármint az edző érdemeit elvegyük, ráismertél azért még a saját egykori csapatodra is? Természetesen, ahogy mondom, mert tulajdonképpen a 11 játékos közül egymás játszott az a Kuzma, ugyanezek játszottak nálam is, tulajdonképpen ezzel tavasszal, ezzel a csapattal megnyertem a tavaszi bajnokságot, úgyhogy tudtam, hogy nagyon erős csapat, annak ellenére őket össze ott elvertük, okosan játszottunk, tudtuk játszani a mi játékunkat, ott mi rúgtuk első gólt, és játszhattuk a mi játékunkat, ott is volt 0-3, és rúgtunk egy főső kapufát, ami 0-4 lehetett volna, úgy, hogy ez a mai mérkőzés is alakult, úgyhogy, de még egyszer mondom, össze kicsit harapósabbak voltunk, mint most, komplett csapatom volt a Kornélon kívül, azon kívül mindenki egészséges volt, úgy is néztünk ki. Sajnos vannak a futballban ilyen dolgok, de hát kaptunk egy pofont, és ebből a pofontból föl kell minél hamarabb állni. Hát ezt kívánom, azt, hogy a 18 pontból legalább megszerezettek 10-et. Köszönöm, bízok benne, hogy így lesz.